A szezonban először találkozott a két csapat, mivel a nyíregyházi mérkőzésre nem utazott el a Sziget-Szent Miklósi együttes. Az első negyedet a vendégek kezdték jobban, 10 perc játék után 9 ponttal vezetett a Kosársuli. A második játékrész döntetlennél zárult, majd fordulás után faragni kezdte hátrányát a BKG. A hajrá izgalmasan alakult, de végül 2 pontot megőrzött előnyéből Farkasinszky Gyuláné együttese. Úgy gondolták, hogy ennek a mérkőzésnek ők a torony magas esélyesei, ami alapvetően igaznak is kellett volna, hogy legyen, mert ugye a kezdő csapatuk azért az NB1-ában is játszik, és már most nem keveset, tehát 20 perceket, sőt van, aki 30 percet is játszik. De valamilyen szinten úgy nem gondolták azt, hogy mi óriási, hogy ellenfelek lehetünk, és ugye az első negyedet az sikerült azért egy 10 ponttal nyernünk, és ez volt az, ami megalapozta azt, hogy a későbbiekben sikerült az eredményt tartani. Ők pedig nem igazán tudtak annyira közel férkőzni, hogy a mérkőzést is megnyerjék. A fehér csoport élén a Zsíros Akadémia kőbánya áll 11 győzelemmel és 3 vereséggel. A második Ajkának és a harmadik Nyíregyházának egyaránt 9-5-ös a mérlege. Az NKS már matematikailag is bebiztosította azt, hogy a legjobb 6 között zárja az alapszakaszt. Amikor az Aregelszegre mentünk, már akkor is az lett volna a cél, hogy mérkőzést nyerjünk, mert akkor csak ezzel már tényleg tét nélkül és minden izgalom nélkül játszhattunk. A Győr ugye, amikor jött, akkor egy kicsit izgultunk, mert ugye a Győrnek azért ott vannak az A-ban játszó játékosok, és az a Győr ez egy jó csapat, főleg, hogyha ha mindenki játszik. De szerencsénk volt, a Győr végül nem hozott le mindenkit, mert neki is voltak utána még két mérkőzései. Így azzal a győri mérkőzésem is igazából már bebiztosítottuk azt, hogy a 6 közt fogunk végezni, tehát tök mindegy, hogy az utolsó mérkőzéseinken mit játszunk. Most azt, hogy most a BKG-t is megnyertük, én nem tudok ezzel hova tortát, mert olyan előkelő helyen vagyunk, és azon izgulnak, hogy nehogy Sopronba kelljen mennünk. Tehát is csak az, amíg mindig van izgulni valónk, főleg az, hogy azért jó lenne, hogyha nem az ország másik végére kellene leutaznunk azért a mérkőzésért. Én nem tudok ezzel, mert ott vagyunk, ahol szeretünk volna jutni, én úgy gondolom, hogy ebben az évben el kellett érni a csapatnak elérte. A nyíregyháziak legközelebb pénteken Budapesten a tabella 8. helyén álló Szent Pál Akadémia otthonában lépnek pályára.